Itt vagyunk Kolozsvár főterén, a Deák Ferenc utca bejáratánál. Szeretettel köszöntjük azokat a nézőket, akik most kapcsolódtak be az erdélyi figyelőben. Az előbb az alprefektus úr megerősítette, hogy a meteorológiai szolgálat, akikkel a prefektúra kommunikál, 36 fokot jegyzett itt a főtéren, és ebből indítom a következő beszélgetést Réti Kingával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi kara egyetemi adjunktusával, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánom a nézőket! Hogy a saját bőrünkön érezzük, tapasztaljuk, évről évre egyre inkább úgy gondolom, azt, hogy kánikula van, az, hogy szárasság van, az, hogy kúsznak fölfelé a hőmérőben a mutatók. Még van, aki ilyenkor kételkedik abban, hogy a nyakunkon a globális felmelegedés? Hát én nagyon remélem, hogy ténylegesen most már mindenkiben megfogalmazódott, hogy ezt komolyan kell venni. És ahogy említetted, évről évre tapasztaljuk azt, hogy a nyarak egyre aszályosabbak, egyre magasabb a hőmérséklet, a telek azok enyhék, nincs csapadék, tehát egy általános szárazságról beszélhetünk úgy nyári szezonban, mint ugye a téli szezonokban. Illetve mondhatni, hogy a tavaszt és az őszt azt már lassan ki is vehetjük, hiszen egyből átlépünk ugye a hidegből a melegbe. És nyilvánvaló, hogy ez mind annak a jele, hogy igenis van egy globális felmelegedés, ami annak köszönhető, hogy az emberi tényező úgymond szóba hozható, és igazából az antropikus hatások miatt alakul ki a globális felmelegedés. Amit itt megjegyeznék zárójelben, hogy sok esetben összetévesztik a globális felmelegedést, vagy igazából nem, hogy összetévesztik, hanem szinonimaként használják a globális felmelegedést és a klímaváltozást. Két külön dologról van tisztázzuk szó. Tisztázzuk akkor, igen, tehát nagyon a klímaváltozásnak része a globális felmelegedés, maga a globális felmelegedés igazából ugye globális szinten a hőmérséklet emelkedése az emberi tényezőknek köszönhetően, és a klímaváltozás az magában foglalja ugye a globális felmelegedést, és a globális felmelegedés hatásait, és itt természetesen, hogy ezek a hatások a klimatikus viszonyokban is, tehát csapadék, hőmérsékletváltozás, széljárás, stb. Tehát igazából annyit szeretnék aláhúzni, hogy a globális felmelegedés az a klímaváltozásnak a részét jelenti. És természetesen, hogy egyre nagyobb figyelmet oda kellene tulajdonítani ennek a jelenségnek. Apropó egyre nagyobb figyelem tulajdonítás. Ugye azt már megszokhattuk az elmúlt évtizedekben is, hogy a világ nagyhatalmai olykor-olykor klímacsúcsokat hívnak össze, ahol megbeszélik a jelenlegi állapotokat, és előírják, ugye, hogy mi kellene történjen a következő periódusban. 2015-ben a párizsi csúcson mondták azt, hogy a globális átlag hőmérséklet emelkedésének 2 Celsius fok alatt kell maradnia, sőt törekedni kell arra, hogy ez a határ inkább 1,5 Celsius fok legyen. Olyan sokat számít ez a 0,5 Celsius? Hát azt kell mondanom, hogy igen. Ebben az adott, az adott helyzetben bármilyen, tehát egy 0,1 fok Celsius is akár döntő szerepet játszik, hiszen hogyha a biodiverzitást vesszük alapul, nagyon sok növény, állat, vagy akár bármilyen élőlényről van szó, függetlenül az, hogy milyen az eredete, nagyon érzékeny. Tehát vannak olyan élőlények, amelyek nagyon érzékenyek bármilyen kis hőemelkedés változásnak, ez lehet emelkedés vagy csökkenés. És nyilvánvaló, hogy nem mindegyik élőlény képes a gyors adaptációra. Tehát azok, amelyek ugye nem képesek adaptálódni az új, hát mondjuk úgy klímaviszonyokhoz, azok sajnos ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy elpusztulnak. Épp olvastam azt, hogy ha továbbra folytatódik ez a felmelegedés, akkor 2050-ig sajnos az a rossz hír járja, vagy legalábbis az az előrejelzések alapján, hogy körülbelül 1100 élő lény, ez állat, növény egyaránt. Fajokra. Igen, el fog pusztulni. És nyilvánvaló, hogy nem ezt szeretnénk, hogy akkor ennyire csökkenjen a biodiverzitás, hiszen már tapasztaljuk azt, hogy sajnos ki vannak téve elég szép számban a különböző élőlények annak, hogy pusztulás veszélynek. Azonban mindenképp tenni kell, és visszatérve erre a párizsi egyezményre, ugye annak idején az volt a célkitűzés, hogy 2030-ig próbáljunk, amennyiben ugye a lehetőségek is adottak, hogy az 1990-es szinthez képest 55%-kal csökkentsük a gázkibocsátást, ami tulajdonképpen a klímaváltozást és a globális felmelegedést okozták.
És úgyhogy ennek érdekében ugye hát 2030 már nincs olyan messze, és ténylegesen mindent meg kell tenni. Tovább olvasva és tovább dokumentálódva ezen a szinten, azt olvastam, hogyha azokat az előírásokat, amelyet ez az egyezmény előírt, figyelembe vesszük, sajnos ekkor is fennáll a veszélye annak, hogyha nem leszünk szigorúbbak, és ha nem hozunk pluszba még valami szigorítást ilyen téren, akkor sajnos be fog következni a 2,5 Celsius fokos felmelegedés ami is. Már kritikus, ami azt már mondják kritikus. A szakemberek, tanárnő, a következő a kérdésem. Nagyon sokan ugye fizikai személyekről beszélünk, azt mondják, hogy miért spóroljak én a vízzel? Miért ne hagyjam a villanyt égni annyit, amennyit én akarom hagyni? Mert hát ott vannak a nagy vállalatok, ott vannak ugye azok a nagy szennyezők, hogyha így tetszik, akik nyomják ki a légtérbe azt, amit kinyomnak. Miért pont én legyek az, akinek vigyázni kell? Na miért pont én kell legyek az? Hát most mondhatnám azt, hogy sok kicsi sokra megy. És természetesen most nem vonatkozhatunk el teljes mértékben attól, hogy csak a hétköznapi ember kell tegyen ennek érdekében, hogy változás történjen ilyen téren, hanem itt mondhatni, hogy a döntéshozók, a nagyvállalkozók, kisvállalkozók egyaránt mindenki kell tegyen ahhoz, hogy ténylegesen megvalósuljon az a célkitűzés, hogy ezt a hőemelkedést, illetve a gázkibocsátást csökkenteni lehessen. Tehát a hétköznapi ember természetesen tehet azzal, hogy odafigyel arra, hogy lekapcsolja a villanyt, hogy a vízfogyasztásra odafigyel, főleg most egyre több ismerősöm körében hallottam azt, hogy kiapadnak a kutak, hogy egyre kevesebb alacsonyabb a víznyomás, és ugye a kertekben, a mezőgazdasági területeken mindenki az aszállyal küzd. És ennek érdekében nyilvánvaló, hogy úgy tehetünk ilyen apró lépésekben, hogy odafigyelünk a fogyasztással, hogy tudatosabban élünk, és odafigyelünk, és tudatosul bennünk az, hogy mire figyeljünk, elkezdve attól ugye, hogy a gépjárművek terén is próbáljunk ugye biciklivel közlekedni. Persze ott van a másik tényező, hogy kell egy kellő infrastruktúra is ahhoz. Pontosan. Mert ugye mi is tapasztaltuk azt itt Kolozsváron is, hogy sokszor elindulunk biciklivel, de sajnos a bicikliutak végesek, és sokszor eléggé nagy kihívás, főleg egy 5 éves gyerekkel bicajozni. Úgyhogy igazából ezért mondtam, hogy kéz a kézben ugye az önkormányzatok is kell tegyenek annak érdekében, hogy egy biztos infrastruktúrát tudjanak kiépíteni ilyen téren is, hogy az emberek ténylegesen ne a saját gépjárművel, hanem biciklivel vagy éppenséggel a tömegközlekedést vegyék igénybe, illetve próbáljunk kezdeményezni. Tehát, mit lehet kezdeményezni? Ugye most a civil szféráról beszélünk, a fizikai személyekről beszélünk. Fizikai személyek tömörüléséről beszélünk, ha úgy tetszik. Hogyan tudunk mi hatni a döntéshozókra ebben a tekintetben? Mondjuk, hogy igen, először otthon kezdem, megteszek-e mindent annak érdekében, hogy korrektül járjak el. És aztán várom a döntéshozomtól is, hogy ő is korrektül járjon el ebben a helyzetben. Hogy tudok rá hatni? Igazából itt hát mondhatnám azt, hogy figyelembe kellene venni az egyetemi szférát is a döntéshozatalokban, és én azt tapasztalom, hogy most kezd valamilyen szinten ez beépülni, és bizonyos esetekben ténylegesen figyelembe veszik, vagy meghívják az egyetemi szférát is bizonyos összejövetelekre, döntéshozataloknak meghozatalához, igen, köszönöm, és épp a múlt évben jelent meg egy tanulmány az egyik kolléganő a Földrajz Karon, aki pont a globális felmelegedés hatását vizsgálta az emberi egészségre, és kiderült, hogy a nagyvárosokban, a nyári kánikulában, tehát a nagy hullámokban sokkal magasabb az elhalálozások száma. És ténylegesen a másik dolog, hogy zöldövezetek. Tehát a zöldövezetek fontos szerepet játszanak. Egyszerűen ki lehet otthon is próbálni egy hőmérőt árnyékba helyezni és napra helyezni, és megláthatjuk azt, hogy mekkora hőmérséklet különbségek vannak, illetve maga a beton, tehát a beton rengetegre fektessük a hangsúlyt, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy most is
én nem egyre tudom, inkább ez a divat sajnos, hogy a betont szeretjük. Igen, idézőjelbe tettem a szeretjük szót. És a létező zöldövezeteket is háttérbe szorítjuk, mert beépítjük őket. Tehát itt kellene egy ilyen nagy felkiáltó jelet a döntéshozatalok és az önkormányzatok fele, hogy vigyázzunk arra a kis zöldövezetünkre, ami van, mert hogyha Kolozsvárt vesszük példának, ugye ott van a két erdő, ahova ki lehetne ilyenkor menni, és ahol egy picikét fel lehetne lélegezni. De sajnos ténylegesen, hogy aki feltételezem a Maröst téren lakik most, hogy átevickéljen Kolozsváron ebben nagy hőségben, hát azért ez egy igazi kihívás. Tehát próbáljunk helyben megoldásokat találni, és talán ilyen kis apró lépésekkel tudnánk tenni ennek érdekében, hogy igen, csökkentsük a hőmérsékletet. Legyen ez a végszó, nagyon remélem, hogy nagyon sokak értő fülekre és értő szívekre talált az, amit a tanárnő elmondott a mai adásban. Köszönöm, hogy ide fáradt a hőség ellenére. Én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok. Minden jót.